Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. A mai alkalommal Szepesi Tibor Karcagváros polgármestere fogadott minket, aki a napokban vehette át az év polgármestere címet. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket. Ebben az évben az országos szavazás alapján ön vehette át a Szféra Kft. Alapított az év polgármestere című elnevezésű díjat, amelyet Zalaegerszegen az elmúlt napokban a Városi Polgármesterek Randevúja című eseményen vehetett át. Hogyan fogadta az elismerést? Nagy örömmel természetesen, hiszen 28. alkalommal került kiírásra ez a szavazás, ez a lehetőség, ugye, ahol az év polgármesterét, az év alpolgármesterét, illetve az év jegyzőjét díjazzák. Ez a 27 alkalommal átadásra került díj egyfajta elismerése annak a munkának, amelyet a település vezetők, az ott dolgozó jegyzők, alpolgármesterek, polgármesterek végeznek. Ez a 28. alkalom egy picit meglepett engem is, hiszen amikor közölték a hírt velem, és meghívtak természetesen erre a rendezvényre, akkor hirtelen nem is tudtam, hogy mit mondjak. Tényleg egy nagyon nagy meglepetés és egy nagyon nagy elismerés, amit köszönettel kaptam. Mit rejt ez a díj? Nyilván ott polgármester úr egymaga egy személyben vehette át, de ez azon azért túlmutat. Igen, túlmutat, hiszen egyrészt maga a körülmények, hogy ez egy internetes szavazás, ahol bárki szavazhat természetesen, mind a három díjra leteheti a voksát. És ennek megfelelően én azoktól kaptam szavazatot, akik között élek. Tehát ugye 55 éve itt lakom, itt élek Karcagon, mióta megszülettem. Úgyhogy óriási elismerés azoktól megkapni ezt a díjat, akik között élek, akikért sok-sok éve, évtizede dolgozom. És valóban, ahogy a kérdésben is elhangzott, ez egy személynek szól ez a díj, én vettem át ezt a díjat, de emögött egy hatalmas közösség, egy hatalmas csapat áll. Egyrészt áll egy közvetlen környezetemben dolgozó szűkebb csapat, a hivatali munkatársakból, a képviselőtestület tagjaiból, és hát természetesen azokból, akikkel nap mint nap meg kell harcolnunk és meg kell dolgoznunk azokért a fejlődési lehetőségekért, azokért a pályázati pénzekért, azokért a mindennapi megoldásokért, amelyek gyakorlatilag a munkánkat teszik ki. Úgyhogy ebbe a csapatba beletartozik természetesen pénzügyminiszter úr, az országgyűlési képviselők, a képviselőtestület tagjai, beletartoznak a hivatali dolgozók, beletartoznak az önkormányzati intézmények vezetői, dolgozói, a civil szervezetek munkatársai, és én mondhatom azt, hogy beletartozik a város teljes lakossága. Hiszen amikor közmeghallgatások vannak, polgármesteri fogadóórák, vagy csak egyszerűen járok, kelek a városban, a piacon, a vásárlás közben, az üzletben megállítanak, nagyon sokan elmondják ügyes-bajos dolgaikat, de elmondják azokat az ötleteket is, amelyeket ők úgy látnak, hogy a város életében egy pici fejlődést hozhat, egyfajta elmozdulást jelenthet, vagy olyan megoldást, amely esetleg egy hétköznapi problémára jelenthet egy további megoldást vagy lehetőséget. Úgyhogy ez egy nagyon tág csapat. Én azt gondolom, hogy nem csak nekem szól ez a díj, hanem az egész városnak és az egész közösségnek, hiszen közösen dolgozunk Karcag fejlődéséért. Tágabb értelemben és szűkebb értelemben vett csapatról beszél. Ha meg kellene fogalmazni ön szerint röviden, mi a szűkebb értelemben vett csapatának az erőssége, ami repítette önöket a díjig? A legnagyobb erősségünk meggyőződésem szerint az összefogás. Azt, hogy azokat a célokat, amelyeket közösen határozunk meg és közösen döntünk el, jöjjön bárhonnan is az ötlet, ezt együtt tudjuk megvalósítani. Ez az összefogás, ez az egymásért dolgozás, ez az egymásra való odafigyelés jelenti azt, és jelenti a legerősebb részét ennek a csapatnak,
Mert hogy egyébként, hogyha nem fogunk össze, hogyha széthúzunk, hogyha mindig mindenki mást akar, akkor nehéz boldogulni. Úgyhogy én azt látom, hogy az összefogás és az egymásért való dolgozás, amely meghatározza ennek a tágcsapatnak a legnagyobb erejét. Aztán nyilván van egy szűkebb csapat, és azt gondolom, hogy nekik köszönöm legfontosabban, ugye elsősorban családomnak, akik mögöttem állnak, hiszen az ő segítségük, odafigyelésük és hátterük nélkül nem tudnám nap mint nap végezni a munkámat. Ahogyan már volt szó róla, ugye az állampolgárok szavazatai alapján kerül odaítélésre adott évben a legjobb városvezetőnek szóló díj. Egyébként ez hogyan értékeli, polgármester úr, hogy milyen, amikor az állampolgárok ítélik oda, milyen rangja van ennek a dolognak, vagy esetleg amikor a politikai munkatársak terjesztik fel egy ilyen elismerésre? Amikor a kollégák szakmai munkák alapján ítélik oda a díjat, az nyilvánvalóan egy óriási szakmai elismerés. Amikor egy közösség ítél oda egy díjat, az meggyőződésem szerint egy sokkal nagyobb elismerés, hiszen ők látják azt az utat, azt a mindennapi gyötrődést, azt a mindennapi nehézséget, amellyel szembe jövünk, hiszen amikor valaki egy más településről, vagy akár magasabb szintről látja azt a munkát, amelyet mi végzünk, akkor látja azt, hogy honnan indultunk, és hová érkeztünk. A helyben a közösség látja azt a napi munkát is, amelyet azért, hogy eljussunk valahonnan valahova, azt el kellett végezni. Ez az út, ez tudjuk, hogy néha gyötrelmes, néha nagyon nehéz, néha persze boldogsággal teli, és nagyon sok örömet is hoz, de ez egy hosszú út, és én bízom abban, hogy ezt az utat díjazta a karcagi polgárság. Ha már az utaknál járunk, ugye nagyjából 3 évvel ezelőtt egy időközi választáson, helyhatósági választáson választották a karcagiak önt polgármesternek. Ahogyan már beszéltünk róla, ez egy hosszú út, de ön hogyan értékeli az elmúlt 3 év útját? Nem volt egyszerű, hiszen nagyon sok nehézséggel kellett megküzdenünk. Elsősorban a COVID-helyzet, amely rögtön a választás után szembe jött gyakorlatilag mindenkivel, és olyan nehézségek elé állított, amelyekkel nem szembesültünk az azt megelőző években. Ezen, amikor túllendültünk, akkor jött a következő nehézség, az ukrán-orosz háború, amely nagyon sok olyan rezsi problémát hozott felszínre, amelyet meg kellett oldani. De én úgy látom, hogy itt is a közösség összefogásával sikerült ezen túllendülnünk. Előttünk álltak a pályázatok, amelyeket a megkezdetteket be kellett fejezni, az újakat át kellett gondolni, újra gondolni ugye ebbe a helyzetbe, a Covid és a gazdasági válság okozta helyzetbe, és hát el kell gondolkoznunk a jövőn is, hogy azokon a pályázatokon, amelyek most jelentek meg az elmúlt időszakban, és ezeket úgy összehangolni, hogy a város fejlődését előre vigyék. Ugye láttuk a barna mezős beruházásoknál is, hogy több pályázat, a Rónai Malom és a Sámándok környékén több pályázatot kellett összeraknunk ahhoz, hogy ott kialakuljon egy szép terület. De ilyen volt az iskolák fejlesztése, az óvodák, a bölcsőde építésnek az összehangolása, a szociális otthonnak a kérdése, ilyen a szennyvízhálózatnak a megújítása, és még sorolhatnám nagyon sokáig. Láttuk, hogy nagyon sok út megújult, meg tudtuk újítani a közvilágításunkat, amely jelen rezsi helyzetben azért nagyon sokat jelent a városnak. Tehát nagyon sok olyan kérdés kellett átgondolnunk, megoldanunk, amellyel lehet, hogy ha nincsenek ezek a válságok, akkor egy elhúzódó, szép, folyamatos átgondolással lehet, hogy ugyanitt lennénk, de ez felgyorsult ez a folyamat. Tehát az elmúlt 3-4 évben azt gondolom, hogy koncentráltan jelentkeztek azok a feladatok, amelyek a város előtt, és hát nyilvánvalóan ebből kifolyólag ugye a polgármester előtt is álltak. És ha már a jövőnél tartunk, többször beszélgettünk stúdióinterjúk alkalmával arról, hogy ön hogyan látja a jövő karcagját, és talán most a legaktuálisabb ez a kérdés. Az, amit mi szeretnénk elérni a közeljövőben, az egy olyan város, ahol szeretnek itt lakni a karcagiak, ahol jó élni, ahol jól tartózkodni, ahol mindenki megtalálja a kedvére való
és a képességeinek megfelelő munkalehetőséget, ahova szeretnek a turisták jönni, tehát egy élhető, kedves kis várost szeretnénk a jövőben. Polgármester úr, én köszönöm az interjút, nagyon jó egészséget és további eredményes munkát kívánok önnek. Köszönjük. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyék így legközelebb is. Viszontlátásra!